Faludi Györgyöt elég sokat olvastam, és aztán eljutottam a Pokolvéri végnapjaim című könyvéhez, amelynek elég vaskos fejezetei vannak, amelyek itt játszódnak a terrorházába. És hát erre sétáltunk a családdal, feleségemmel és a lányommal. Mondom, hogy lehet az, hogy nem látszik, nem tudjuk, hogy hol van ez a hely, mert egyáltalán nem is tűnik ki itt az itt levő szép házak közül. Hol lehet ez a ház? Menjünk el oda, nézzük meg, melyik az Andrássy út 60. És látom, hogy irodák vannak, oldalról is benéztünk az ablakokon, mindenfelől. Egy emléktábla már volt akkor ezen a házon. És így nőtt ez a fajta kíváncsiság, hogyan lehet ebből valamit készíteni, hogyan lehet egy emlékhelyet létrehozni. Ezt megosztottam a kollégáimmal, a Fideszben, megosztottam másokkal, Schmidt Máriával megosztottam, és aztán ebből alakult ki egy olyan gondolkodás, ami aztán végül eljutott a Terrorháza múzeumához.